Szabó Ádámnak. Céline Dion, ne partez pas sans moi. Hát egyet sem, nem vagyok egy nagy ivós. Nem tudom, hogy mi a dalnak a refrénje, mert szerintem nincs refrénje, de szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a kiejtésemen egy amerikai és egy angol anyanyelvű isnek a segítségét is kértük, és ők értik a dalt, úgyhogy nekem ez bőven elég. Én nagyon szeretném, és nem tudok még biztosan, de idén nagyon szeretnék elmenni Erdélybe, és vannak rá utaló jelek, hogy ez össze fog jönni. Véres verejtékes munkával három szerzője van, Sebestyén Áron, Borisára Helena és Jómagam, bár az én részem ebben nagyon kevés, és hát nagyon-nagyon nyírbáltuk végig, mert ez egy nagyon pengeillen táncoló dal. Ezt úgy értem, hogy nagyon könnyű átesni a ló annak a túloldalára, amikor már sok, avagy amikor már közhelyes, úgyhogy iszonyatosan cenzúráztuk egymás ötleteit, de szerintem megértem, mert nagyon, nagyon szép lett a végeredmény. A csapat igazából a jó barátaimból áll, közös zeneiskolákba jártunk, a két énekes hölgy Sapszon Orsolya, Szeder Szabó Krisztina, a két énekes férfi Szakonyi Milán és Deli Domonkos, a gitáros kolléga pedig Lee Oliver. Ugyanez marad a csapat Bécsre is. Van ugye egy szűk stábja a produkciónak, az áll egy menedzseremből, a kiadómból, egy PR marketingesből, igen, és hát ezen kívül a Dal című műsorban is együtt dolgoztunk koreográfussal és stylisttal. Ez a csapat annyiban bővül, hogy a Magyar Televíziónak van egy teljes külön stábja, aki a Nemzetközi Eurovízióban a magyar produkciónak a stábja, meg a csapata, úgyhogy egy elég nagy csapat fog a segítségemre állni. A csapattársaimra is arra, hogy de jó lenne, ha följönnének és megölelnének. Nem próbálok nem a félelemre energiát pazarolni, hanem inkább arra gondolok, hogy nagyon jelen legyek, hogy békesség legyen bennem, hogy csak arra gondoljak, hogy igen, én most közvetíteni szeretnék, és akkor általában sikerül is. Szerintem ugyanannyi esélyem van, mint bármelyik európai ország képviseltjének, úgyhogy miért ne? Semmiért igazából. Nekem az a célom, hogy ott egy nagyon színvonalas, jó produkciót nyújtsak, és hogyha ez tetszik Európának, akkor boldog leszek, ha nem tetszik, akkor is boldog leszek, mert én megtettem mindent tőlem telhetőt. Csak a finn és a francia versenyzőnek a dalát ismerem, és itt a finnét nem is, a franciáét, aki szintén egy ilyen hasonló témájú dalt dolgoz föl, csak egy ilyen nagyobb ívű pop ballada keretein belül. Erről a kettőről tudok még csak. Nincs, nem használok kabalát. Előtte mindig ölelgetem a társaimat. Ölelkezünk és sokat beszélgetünk. Rengeteg feladatom van, mindenféle fogadásokra kell járnom. Filmforgatások, kisfilmforgatás, országi nincs forgatás, utazgatás, különböző országokba, ahonnan már érkeztek megkeresések. Fogok venni angolórákat, hogy nagyon gördülékenyen tudjak interjúkat adni kint. Úgyhogy kőkemény munkával és koncertezéssel közben.